A nyíregyházi Kossuth tér ikonikus, impozáns épülete 2023-tól már a vármegyei értékek listáján szerepel. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az 1872-ben épült műemlék mi mindennek adott helyet az elmúlt évszázadban, és hogyan lett a város éke a reneszánsz hangulatú, eklektikus épület. Különleges épület, különleges helyszínen, mert hogy mindig ez volt a város központja, amikor még a római katolikus társzékes egyház helyén a piac volt, akkor itt zajlott az élet, aztán pedig amikor Szabolcs vármegye székhelye lett nyíregyháza, akkor még inkább, akkor már a közélet is jobban, mert hogy a városháza volt idő, amikor egyszer adott helyet a vármegyének, amikor még a Pál Ignác tervei alapján csak folyt az építkezés, és a bíróságnak is, ezért van a városháza tetején justícia megkettőzött szobra, unszobra, ezt az időszakot jelöli, erre emlékeztet, és hát a városháza az mindig egy nagyon különleges, nem csak építészetileg, történelmileg és kulturálisan egy eklektikus hely volt. A Megyei Értéktár Bizottság szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését. Azonosítja a megye területén fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a megyei értéktárat. Ebben az évben a lista 3 új vármegyei értékkel bővült. Az egyik érték, amelyel bővült az ez évi utolsó bizottsági ülésünkön a vármegyei értéktár listája, az maga a városházának az épülete, amely úgy gondolom egy olyan ikonikus épület, amely nem csak Nyíregyháza megyei jogú város arculatát határozza meg, hanem megyei jelentőséggel is bír, hiszen korábban azért megyeháza funkciót is betöltött, és hát meghatározza valóban akár a kivitelezésével, akár azzal a monumentalitásával azt a képet, amelyet itt Nyíregyházára látogatók találnak, hogyha eljönnek a Kossuth térre, amely korábban egyébként ugye városháza térként is el volt nevezve. A másik érték, amelybe került, az a sallangos lószerszám, ami úgy gondolom egy olyan egyedi érték, amely bár nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődik, hanem az országban máshol is megtalálható, de mindenképpen szerettünk volna egy jelzéssel élni, hogy itt a vármegyei értéktárban ezt az értéket kezeljük, és reméljük, hogy van további út, és akár a későbbiekben egy magasabb szinten is, vagy polcon is találhatjuk majd ezt a különleges iparművészeti munkát, illetve az újfehértói református templom is az értékeink között szerepel. Bízunk benne, hogy ez a lista ez nem áll meg. A Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékeket a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság hivatott egyedi értékelés eredményeként Hungarikummá minősíteni.